Márciustól börtön várhat azokra, akik bántalmazzák vagy fenyegetik a közút munkatársait. A hónap elejétől ugyanis az útellenőrök is közfeladatot ellátó személynek minősülnek, így bántalmazásuk súlyosabb bűncselekménynek számít. Az elmúlt években egyre több támadás érte a közutas dolgozókat, a legtöbbször dobálják, szidják vagy ledudálják őket. A magyar közútnál azt kérik, hogy vigyázzanak a munkatársaikra. Az úthibákat javítják a 102-es főút zsámbéki szakaszán a magyar közút munkatársai. A lezárt szakasz mellett nagy sebességgel türelmetlenül hajtanak el az autósok. Ez a látvány mindennapos az utakon, de sokszor még ennél is feszültebb a helyzet. Egy felmérés szerint a magyar közút szakembereinek csaknem 90%-át sértegették vagy fenyegették már munkavégzés közben. És minden ötödik közutast dobálták már meg autóból műanyagflakonokkal vagy sörös dobozzal, de olyan is volt, akit paradicsommal találtak el. Köpködések azok voltak, vizes palackok repültek, főleg nyáron a dolgozó kollégák felé. Az útellenőröket is sokszor éri támadás. Erről beszélnek a Magyar Közút legújabb videójában. Azt mondják, a legtöbbször az zavarja az autósokat, hogy munkájuk miatt kénytelenek lassabban haladni a megszokottnál. Az utak állapotát felmérjük, a korlátok állapotát, a patka, a kerítéseket, főleg azért, hogy az állatok, az őzek ne tudjanak bejutni a pályára, és ne okozzanak balesetet. Tehát elég tágfogalom azért az útellenőrnek a feladata. Az ő testi épségüket hivatott védeni egy új törvénymódosítás. Az út- és kezelői ellenőrök márciustól közfeladatot ellátó személynek minősülnek, így ha valaki bántalmazza őket, akár 5 év szabadságvesztéssel is büntethető. A döntéstől azt is várják, hogy az ellenőrök hatékonyabban tudnak fellépni a szabálytalanul közlekedőkkel és a szemetelőkkel szemben. Mi azt szeretnénk, hogy minél többen tudjanak erről a hírről, és tudatosodjon bennük, hogyha ilyen cselekményt hajtanának végre, akkor nagyon komoly szankciókra számíthatnak, és ez nagyon fontos is a mi munkatársaink védelme érdekében. Nagyon sok útellenőrünk teljesít szolgálatot, akiknek nagyon fontos feladata van, tehát mindenképpen szeretnénk biztonságos munkakörülményeket biztosítani számukra. A Magyar Közút az elmúlt időszakban több kampányt is indított, amiben azt kérik, a sofőrök vigyázzanak a munkatársaikra. A szóbeli vagy fizikai bántalmazás mellett ugyanis sokszor a figyelmetlenség okoz problémát. Statisztikák szerint az autósok többsége nem tartja be a sebességkorlátozásokat az építési területeken, ami miatt az elmúlt 20 évben 17 mérnökségi szakember vesztette életét.